Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, mint látjátok az M3 autóparkban vagyunk, és a fejtetőre állított M3 autóparkot is megfordítottam most már, úgyhogy egyenesben állunk a Hondánkkal is, ami egy kombi Honda, 2015, negyedik havi a darab, egy darab gazdája volt, egy idősebb hölgyé volt, 59-ben született, és ő használta végig márka szervizes az autó, tehát végig Hondába hordták, végig szervizelt, igazolt, garantált, kilométer futású és a karbantartási múltja is követhető ennek a gépkocsinak. Mint látjuk, van ugye LED menetfényünk, kötfényszórónk, tolatószenzorunk, szép tiszta lámpák, egészséges szélvédő, ami van egy halomérzékelő, mert esőérzékelős, meg figyeli itt az utat nekünk előre, nézi, hogy nehogy neki menjünk valakinek, holtérfigyelő rendszer is van benne. Mint látjátok, egy vartaksi van benne, a motorja az egy rendkívül takarékos motor. Én nézegettem a gyári adatokat, hát ilyen 4 liter meg nem hiszem el, de hát 4-5 literrel elmegy, az fantasztikus, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy aki ezt használja, az ténylegesen elmondhatja majd, hogy 4-5 literrel el tud közlekedni egy ilyen 120 lovas dízelmotorral. Mint mondottam, tehát meg tudjátok nézni a gyári adatokat, és a forgalmi engedélyébe is beírták ezt az adatsort. A gépkocsinkon jelen pillanatban Michelin márkájú nyári gumiszettet fogtok találni. Szép kis fekete és ilyen alumínium színben van festve az alufelni. De van itt nekünk egy szett téli gumi is. Ez is gyári alufel, nem gyári, bocsánat, RC design, bocsánat, még mielőtt belekeverednék egy ilyenbe. 255-16-os, és az acskóban nem arany van, hanem ennek a felninek a csavarjai vannak hozzá rakva. Úgyhogy a Honda emblémás, ugye a nyári gumi. Nézzük akkor, mi van a csomagtartóban. Hát óriási hely egyszer. Kettő vízszintesig lehet dönteni teljesen ezt a felületet, és én szerintem a közel 2 méter az az első ülés támla, úgyhogy lehet benne feküdni is, hogyha muszáj. Defektjavító szettel készült az autó, úgyhogy óriási hely van benne, ha alánéztek, nincs semmi, ugye, mert csak pakolni tudtok bele, de aki akar, az beletesz mondjuk egy ilyen téli gumit, és akkor vitte lesz neki pótkereke, hogy annyira szeretne pótkereket valaki, mert valaki nem békél meg ezzel a defektjavító szettel. A róló benne van, és ugye el is szalad, és ugye itt van itt nekünk még ez a gyári originál, ez a csomagtér háló a gépünkbe, oda is be lehet akasztani ugye fölülre. Nézzük a kombi autónkat, bezárjuk, milyen szép a hátsó lámpája. Aztán menjünk tovább, üljünk be először ide hátra, majd megyünk is vele egy rövid próbát. Nagyon szép tiszta különben a kocsi, kopásmentes, cigimentes, állatszörmentes. És ja, és nagyon fantasztikus, igen, már mutatom nektek, tehát mutattam ezt ugye, ezt, hogy vagy mondtam, hogy vízszintesig megy, és a szokásos verzió még, hogy föl lehet hajtani az ülés lapot, és na, akkor itt aztán irgalmatlan nagy hely lesz, visszafelé pedig csak ennyi íme. 4 darab elektromos ablak, B-oszloptól hátrafelé egy komolyabb sötétítése van a járműnek, a tükrök behajlanak, egy gombnyomásra, centrálzár innen, 4 elektromos ablak van benne, automata, visszafelé is az, ez meg visszafordul a helyére. A vezetőülés is hibátlan állapotú, mint látjátok, kopásmentes teljesen. A belsejébe nézzük, hogy itt mit találunk, van egy halom óránk, itt van előttünk hőmérséklet, üzemanyag szintet látjuk, és a fordulatszámmérőt. Fölül ugye a digitális ugye óránkat látjátok, ugye most nem még soha, mindjárt megyünk vele. 180.435 km futású, és itt előttem pedig a középső konzolon digitális automata klíma, még hozzá van hozzá ülésfűtés két oldalra, itt a srácokkal ezt éppen teszteltük, 6-os a kéziváltója, és menjünk még itt ebbe a sorba, startstoppos és a lengéscsillapítót, nézzetek meg, 3 fokozatban lehet ugye állítgatnunk, maradjunk itt a normálisnál. A klíma jéghideget fúj, a zene jól szól,
lehet vele ugye CD-t is megetetni, mint látjátok, Rock Mix 1/1-es darab, már is beraktam, és szólhat a rock'n'roll. Nem dohányzós kocsi, pohártartó van benne, és középső könyöktámasz, azt mondja, hogy USB, AUX csatlakozó, ilyen 12 volt. És akkor, ja, és Janis Joplin, meg is kapjátok. Jó, azt többit meghallgatjátok majd ti otthon, vagy menet közben. 26.3. hóig műszaki vizsgával rendelkezik a járművünk. Ezt onnan tudom pontosan, hogy ebből a műszaki adatlapból én kinéztem. 26.3. hó 18. A motorja Euro 5-ös, ennek az alvász számú Civic Tourernek, ami ugye 2015. 4. hó 13-án került az utakra. A kilométert többféle módon tudjuk itt igazolni. Van itt nekünk egy QR kódos műszaki vizsga adatlapunk, ezt lemásoltam. 23.4. hóban, tehát tavaly április 25-én ebben az autóban 168.753 kilométer volt, és van egy előző éves is, akkor meg 155 volt benne. Eredeti volt, vagyis jobban, ez másolat, de az eredeti megvan. Concertótól elkérjük a szervizkönyvét. Nem tudom, honnan nézzük, hát nézzük mondjuk innen, mert ugye ez Honda márka szervizben járt egész életében végig. Ezt lefotóztam nektek, ezt látjátok, hogy abszolút rendben van. Tehát a 23. 4. havi 168 ezres óraállásnál, és itt szépen, ha visszanézitek, akkor látjátok, hogy ez egy tényleg rendben és karban tartott Honda, amit ez a Rozinka nevezetű hölgy használt, és itt vásárolta. Ez is egy eredeti darab, ezt Concerto fogja őrizni, a többi pedig leírás itt van a kis könyvecskéjébe, és akkor megyünk vele egy kicsit. Megvan a két gyári kulcsa, íme, szép kis kulcsai vannak. A tükör, a belső tükör, az sötétedik, és mondtam, itt egy halomérzékelő van, amit figyeli a dolgokat. A tükrön is rajta van különben, hogy hol tér, figyel, és kigyullad nekünk itt egy kis piros, hogy ne menjünk át a másik sávba, mert nem érdemes. Még azt megtehetjük, hogy én ezt leállítom, mert most piros a lámpa. Nem tudom nektek a kulcsát, hogy hogy néz ki. Innen látjátok, hogy működteti. Íme. Amúgy ott meg villant. Bedugjuk, megnézzük, mi gyulladt ki rajta. Hát itt rengeteg izzó van, úgyhogy felesleges nézegetünk, nem soroljuk fel. Egy biztos, mint látjátok, tökéletesen hibátlanul beindult a kocsink. Szépen jár benne a motor. Egészségesen jár, azt hallottátok, és már mehetünk is, addig még megnézem ezt a kormányosztopot. Igen, ez így négy irányban állítható, ezen kívül van egy komputerünk, ez innen a menü, meg információ, innen megy a tempomatunk, meg a limitünk, innen pedig a telefonunkat tudjuk majd irányítgatni, mert hogy ugye ez bluetoothos ez a szerkezet, mármint ez a fejegység. Úgy néz ki a műszerfalunk, szépen mennek fölfelé a számok, meg lefelé. Hát nagyon szép autó, az biztos, nagyon szép formájú, egy igazi jó kis családi autó, kirándulós kocsi. A bringát be lehet dobni oda hátulra, hogyha lehajtjátok az ülést, egyet, kettőt, hármat egymás tetejére, és akkor lehet vele menni, vagy a tetejére is ugye. Gyönyörű a műszerfal, nagyon szép mutatós autó. Szóval ezt lehet szeretni, meg lehet benne örömködni. Stabil, jó a fék, jó a futómű, jó a gumi rajta. Meg sok műszakitok van. Nem kell hozzányúlni, csak szeretgetni kell, megtankolgatni. Azt is ugye keveset. Szépen jól húz különben. Meg is érkeztünk, és be is állok vele, akkor itt az M3 autóparkba, itt már megtaláltuk ezt a kombi Civic-et, ezekkel a gumikkal, csavarokkal, minden együtt, úgyhogy ezt be is pakoljuk. Köszönöm, hogy velünk voltatok, nyomjátok meg ezt a jelet, iratkozzatok fel a csatornánkra, legyen szép napotok, a viszontlátásra!